Köszöntöm Önöket, a Beszéljünk róla magazint látják. Nem tudom, mostanában próbáltak-e mesterembert találni. Hát igénybe kell venni a kapcsolatrendszert, aztán nagyon sokat kell telefonálni, aztán meg alkudozni. Az a helyzet, hogy az elmúlt 10 esztendővel ellentétben most nincs szakember. Akkor meg esetleg a szakemberek arra panaszkodtak, hogy munka nincs, és valljuk be, nagyon sokan elmentek külföldre, hogy ott boldoguljanak. Mi azonban itt maradtunk, és szeretnénk dolgoztatni. Hogy kivel fogunk a következő mondjuk 10 esztendőben, arra is választ keresek én ma esti 3 vendégemtől. Be is mutatom őket. Sörös Péter, a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kiskunhalasi képviseletének vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Elfogadta meghívásunkat Szabó Edina igazgató a Vári Szabó István szakképző iskolából, de a szakképzési centrum képviseletében van most itt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És itt van velünk Knáb János, a Merkbau cégcsoport műszaki igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Induljunk el onnan, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara úgy gondolta, hogy a fiatalokat minél korábban meg kell ismertetni a szakmákkal, a munkahelyekkel. Elindult egyfajta program. Hogyan lehet megszólítani a fiatalokat? Mert hát valljuk be, hogy 7-es, 8-os korban még nem tudja nagyon az ember, hogy mi szeretnék lenni. Így van ez. Én sem tudtam. Most sem tudják. Ebben segítünk mi pályorientációs tevékenységekkel. Itt már a 7-. 8. évfolyam általános iskolában. Szervezünk nekik céglátogatást, rendhagyó technika órák keretében kézzel foghatóan készíthetnek el egy madáretetőt vagy egy dobozt. Megtapasztalják azt, hogy tényleg ez a szakma miről szól, megszeretik, illetve látják ezt az üzemben, hogy hogyan működik egy cég, ez nagyon fontos. Mutatunk néhány felvételt, hiszen voltunk egy ilyen rendezvényükön, és elkísértük ezt a csoportot kollégáimmal. Hogyan fogadják a cégek mindezt? Gyerekek jönnek oda és nézelődnek, ugye ott egy gyárban azért oda kell figyelni nagyon sok mindenre. Hogy fogadják? Hát szeretik a cégek, egyrészt egy jó reklám nekik, illetve nyilván szeretik megmutatni ők is azt, hogy milyen az a szakma, amit ők éppen abban a cégnél, műhelyben végeznek. Sokszor van olyan, hogy nagyon sok gyerek aktív, tehát tényleg érdekli őket, olyan kérdéseket tudnak feltenni, ami eszembe nem jutna, de mégis tényleg praktikus. Illetve hát nyilván sok esetben egy kis aprósággal kedveskednek nekik, amit fizikailag megfoghatnak, hazavihetnek. Ez azért mindig egy jó reklám, megmarad a gyerek fejében. A kamara keresi meg a vállalkozásokat, vagy éppen fordítva van? Ez oda-vissza működik, szívesen veszünk bármilyen vállalkozást, akit érdekel ez. Ha fél évente, nem is évente mindig szoktunk itt a járásban ilyen céglátogatást szervezni. Volt eleinte nyilván mi kerestünk cégeket, én úgy gondolom, hogy most már azért a cégeknek is fontos ez, hiszen munkaerőhiány van, meg kell találni a megoldást a cégeknek arra, hogy pótolják a munkaerőt, ez is egy lehetőség, igaz, még nagyon korai, de egy hosszú távú lépés az ügyben. Hamarosan igazgatónővel is beszélgetek, azonban Knáb János urat kérdezem, hogy a Merkbau cégcsoport, ha jól tudom, 9 KFT-ből áll össze, igen szerteágazó az önök tevékenységi köre. Ha annyit mondok, hogy Magyarországon nagy kivitelezésekkel foglalkoznak, tervezéstől a kivitelezésig. Az önök esetében, az építőiparban most jelenleg mi az, amire nagyon nagy szükség lenne? Hát az a helyzet, hogy már elmondhatjuk, hogy az építőiparban minden szakma hiány szakmává vált. Úgyhogy tulajdonképpen kőművesek, ácsok, lakatosok, asztalosok, de ha olyan szakmákat említek, hogy betonacélszerelő, nem is tudom, hogy történik-e például képzés Magyarországon a tekintetben, vagy bádogos. Az Évosznál néha van egy kis dolgom, és ott például volt olyan, hogy egy évben egy vagy két bádogos képződött országos szinten. Tehát olyan hiányok vannak, hogy el se tudjuk képzelni. Hogyan tovább akkor? Most még vannak az ügyes mesterek. Így akik van. Itt vannak, akik valljuk meg, röghöz kötöttek. Itt van a ház, itt van a család, itt van az asszony, itt vannak a gyerekek. Azonban van egy olyan generáció, aki azt mondja, hogy őt még nem köti ide az asszony, meg a ház, mert még nincs pénze, és elmegy külföldre. Mit lehet tenni?
A mi cégcsoportunkban működik egy cég, a Halasbau Kft., amelyikkel Németországban dolgozunk. Megpróbáljuk ezt azért is egyébként fenntartani, ezt a helyzetet, hogy aki például külföldre szeretne menni építőipari szakmában, kőművesként, ácsként, ne kelljen elmennie a cégcsoportból, hanem házon belül tudjunk biztosítani erre lehetőséget, és bízva abban, hogyha megtalálta a számítását, újra visszatérjen hozzánk, és itthon erősítse a stábot. Nem szeretnék egyetlen egy mester zsebében sem turkálni. Nagyságrendekben milyen pénzeket lehet ezekkel a szakmákkal jelenleg megkeresni, mondjuk Halas és térsége viszonylatában? Én azt gondolom, hogy abszolút versenyképes ez a kereseti lehetőség, tehát talán nettóban mondom inkább ezeket a lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy 180 és 250-300 ezer forint közötti nettó pénzeket meg lehet keresni az építőipari szakmákban. Most persze jelenleg szakmai tapasztalat, képesítés és minden egyéb függvénye. Például a mi cégünknél több mesterlevéllel, mestervizsgával rendelkező szakmunkás dolgozik, ők természetesen a felső sávban mozognak e tekintetben. Mit lehet prognosztizálni jelenleg Magyarországon? Említette ugye, hogy az építőiparban komoly szakember hiány van. Ugyanez a munka esetében pont a fordított? Mert azt lehet látni, hogy indulnak beruházások, indulnak a közbeszerzések, indulnak olyan útépítésektől kezdve kivitelezések, amely mind egyfajta gazdaságélénkítő szerepet vállalnak magukra. Ez így igaz. A mi cégünknél 2016 közepétől éreztük ezt a munkadömpinget, hogy úgy mondjam, egyre több ajánlatkérés érkezett hozzánk. 2016 közepe óta nagyon sok ajánlatkérést vissza kell utasítanunk, és nagyon sok ajánlatkérést meg tudunk ajánlani, és meg tudunk nyerni, tehát tényleg sok munka van. 2017 kiemelkedő év volt, és a 2018-as év is úgy gondolom, hogy erős éve lesz az építőiparnak. Szerintem a 2019-es is, és bízom benne, hogy még utána is. Ugye önök hosszú évekre terveznek, hiszen egy-egy beruházás az nem egy hónapig tart. Igen, egy beruházás az 6 hónap, 8 hónap, 12 hónap, sőt van olyan projektünk is, amelyik 15-18 hónapig tart. Nincs könnyű helyzetben az oktatási rendszer, hiszen volt már Magyarországon olyan, amikor mondjuk nagyon sok mérnököt képeztek ki, aztán megszűntek azok a cégek, akik a mérnököket tudták volna alkalmazni. Hogyan tudja az oktatási rendszer, akár a szakképzés esetében ezt a fajta óriási hullámzást nyomon követni, vagy kiegyenlíteni? Hát azt gondolom, hogy az utóbbi évek, talán a 2-2,5 évet említeném, hogy jó helyre került a szakképzés, és ha bár itt most úgymond a kétkezi munkákról beszélünk, vagy a kétkezi szakemberekről, de azt látjuk, hogy mindenből hiány van. Orvosból ugyanúgy, mint ügyvédből, mint közgazdászból, de a kétkezi munkásból is. Én abban látom a jövőt, és itt csatlakoznék az előttem szólókhoz, hogy nagyon sok olyan törekvés jelenik meg, vagy jelent meg az elmúlt 2 évben is, és akár napjainkban is, ami mind azt segíti elő, hogy válasszák ezt a gyerekek. Most gondolok itt arra, hogy akár a mi szakképzési központunkat nézve, az 5 tagintézményt, nagyon nagy fejlesztések vannak, nagyon nagy beruházások vannak, mind az épületek, mind a berendezések, mind az eszközök kapcsán lehet látni, híradókban bemutattuk. De ami talán ennél is egy kicsit fontosabb, hogy a minőség. Én a minőséget látom a jövőnek mindenféle szakmából, és ez megint csak akár orvos, akár kőművesről beszélünk. A minőséget pedig ott tudjuk garantálni, és azért jó, hogy így hárman ülünk itt, és mondtam a műsor elején, hogy talán a szülőket innen egy picit hiányolom, a minőséget ott tudjuk garantálni, hogy összedolgozunk a cégekkel. Most éppen a legújabb tervek között szerepel az, illetve hát már nem is tervek, mert mi ezt már évek óta így folytatjuk, hogy a szakképzésben résztvevő szakembereink, azok a vállalatokkal nagyon-nagyon szorosan együttműködve, a legújabb technológiákat megismerve, illetve a vállalatok igényeit, hiszen ők mondják meg, hogy mire kell szakember, figyelembe véve készülünk fel, és készítjük fel a gyerekeket a minőségi munkára. Nagyon-nagyon fontos, és még ez a minőségi szakembereket szeretnénk képezni bármilyen szakmában. És akkor itt jön az, hogy akkor talán nem mennek el külföldre is, hiszen a minőséget meg is fizetik, el is várják.
fogyasztóként is elvárjuk, hogy ez a szoba úgy legyen kifestve, az a kenyér úgy legyen megsütve, és a többi. Hogyan lehet ezt a fajta munkát, akár a kétkezi munkát, akár egy építő munkát a gyerekek számára csábítóvá tenni? Hetedikes, nyolcadikos korban még egész máson jár az ember agya. Ez valóban így van, de nagyon-nagyon jó tapasztalataink vannak. Két általános iskolában is szó szerint betelepültünk, vagy kitelepültünk hozzájuk, nem is tudom, hogy fogalmazzam. És az alsó tagozatos, az elsős pici gyerekektől kezdve egészen a nyolcadikos gyerekekig ott tudtak lenni, és meg tudták nézni valamennyi szakmát, amit mi tanítunk. És elképzelni nem tudtuk azt a fajta lelkesedést, amit ott láttunk tőlük. Tehát kicsi gyerekek, de nagy gyerekek is, tehát 13-14 évesek is sorba álltak azért, hogy ahogy itt az előbb Péter említette, hogy egy madáretetőbe két csavart becsavarozhasson, vagy valami süteményhez valamit elkészítsen. A pici gyerekek olyan szépen az éles késekkel, olyan gyönyörűen faragták a zöldségeket, hogy egyszerűen igényük van rá. És ezt az igényt szeretnénk azzal kielégíteni, vagy megtámogatni, hogy például most a Kertvárosi Általános Iskolával együttműködve a második fél évben nálunk fognak technikaórát, tehát közösen fogjuk a technikaórákat, hiszen nálunk ott vannak a gyönyörűen felszerelt tanműhelyek, és lesz arra lehetősége a gyerekeknek, hogy megnézzék azt, hogy mi is az, hogy kétkezi munka. Nem kell, hogy mindannyian kőművesek legyenek, de ha orvos is lesz, vagy bármi lesz, az, hogy a kezébe vett egyszer egy kalapácsot, vagy egy fűrészt, az azt gondolom, hogy szinte kötelesség. Mi a kereskedelmi és iparkamarának a fő küldetése? Mert itt ez csak egy szegmens, gondolom. A szakképzés? Az egy szegmens, igen, de ezen belül is egyébként rengeteg feladatunk van. Egyrészt, hogy a vállalkozók és a tanulók egymásra találjanak. Nyilván itt tanulószerződés keretében dolgozhat kint tanuló cégnél. Ennek megvannak a vállalkozás részéről mind a személyi, mind a tárgyi feltételei, a tanuló részéről pedig nyilván teljesíteni kell az iskolában egy adott szintet, ez a szintvizsga 9. évfolyam második felében, amikor kimehet céghez. Ezen kívül ugye említettem a pályaorientációt, amit még az általános iskolások részére szervezünk, illetve hát nagyon sok olyan feladatunk van, például többek között a cégeknek az akkreditálása. Ugye tanulót nem minden cég foglalkoztathat, csak az, aki a Kereskedelmi és Iparkamara akkreditációját megkapja. Mi kell ehhez, hogy valaki akkreditált legyen? Mert gondolom, itt nagyon sok követelménynek meg kell felelni, hiszen gyermekmunkát végez egy akár egy gépen, berendezésen, ami nem játék. Így van. Egyrészt fontos a személyi feltétel és a tárgyi feltétel. Személyi feltételből jelen pillanatban úgy néz ki a történet, hogy bizonyos szakmákban, ahol az oktatási miniszter előírta, ott mestervizsgázott oktatónak kell lennie. Azon szakmákban, ahol ez még nem előírás, ott pedig természetesen szakirányú végzettsége kell, hogy legyen megfelelő gyakorlattal, illetve büntetlen előélet, hiszen gyerekekkel foglalkoznak. Ami még fontos, az a tárgyi feltétel. Nyilván megvannak azok a minimális követelmények, amik a szakma elvégzéséhez kellenek. Ezt a szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, mindegyen egy szakmára. Ezeket vizsgáljuk, illetve nézzük. Óriásit változott a világ. Ugye régen mi csak a televízióban televízióadást sugároztunk. Most ugyanezt a műsort tudják nézni már akár egy mobiltelefonon. A fiatalokat is másképp kell megszólítani. A kamarának milyen lehetőségei, milyen csatornái vannak arra, hogy abban a közegben, ahol a fiatalok mozognak és szívesen böngésznek, csetelnek, snapchatelnek, meg tudjunk jelenni. Mert egyébként olyan ósdinak tűnünk, hogy hát mit akarnak ezek, hogy magyaráznak csak, nem? Igen, próbáljuk felvenni a ritmust, nem egyszerű. A Facebookon már megjelentünk, nyilván van a kamarának honlapja is. A Facebook oldalunk Bács pályaválasztás címen megtalálható. Ott például minden egyes esemény, várható esemény, kitelepülés, céglátogatás, bármilyen van, ezeket már jó erőre feltesszük, közzétesszük, próbáljuk ezen keresztül is megszólítani a gyerekeket.
szakmákat bemutatunk ezen keresztül, úgyhogy igyekszünk utolérni a fiatalságot ezen a téren. Ugye mindenki hosszú távra szeretne tervezni, hogyha vállal egy munkát. Az építőipar, hát az elmúlt mondjuk a 20 esztendőt veszem, azért voltak benne elég nagy vakfoltok és a többi. A Merkbau esetében ez előnynek számíthat egy munkavállaló, ha oda megy? Hogy azért itt egy cégcsoportot látok, amely több lábon áll, és ez a több láb azért tudja egymást erősíteni? Mindenképpen. Tulajdonképpen a cégcsoportot, az alapkapacitások kiépítését mi azért tartottuk mindig is fontosnak, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a kiinduló pontjai az építőipari teljesítésnek. Azért koncentrálunk jelenleg is arra, hogy például betonacél üzemet hoztunk létre, vagy most acélszerkezeti lakatos üzemet fogunk az idejébe építeni. Azért voltak a kezdetektől kőműveseink, ácsaink, szakmunkásaink, lakatos üzemünk van jelenleg is, hogy egész egyszerűen az alapkapacitásunk meglegyen, és ne kizárólag alvállalkozói teljesítményekre, teljesítésekre hagyatkozzunk. Több eset előfordult már, mikor az alvállalkozó nem egészen, vagy nem egészen úgy teljesített, és egész egyszerűen ki kellett segítenünk az adott projektet. És nagyon sok, és főleg a külföldi megrendelőknek az egy óriási pozitívum, hogy egyébként egy cég az építőiparról szól, és nem mi úgy mondjuk a szakmában aktatáskásként lépünk föl egy projekt tárgyaláson. Tehát ez nagyon sokszor előnyt jelentett nekünk. Mi az építőipart tulajdonképpen Németországban kezdtük, ott tanultuk meg, ott láttuk, hogy hogyan is működnek cégek, és egész egyszerűen szimpatikus volt az, és beláttuk, hogy ez az építőipar, ha nem csak csináltatjuk, hanem csináljuk is. Itt ugye fiatalok képzéséről van szó, ha jól tudom, az önök cégénél például 70-ről 72-re felemelték azt az életkort, amikor valaki még szeretne dolgozni, és dolgozhat. Igen, ez nagyon ilyen jó ösztönző, de egyben a tudást ilyenkor lehet átadni. Igen, ez egy ilyen elméleti szám, ami így kialakult. Mi koncentrálunk arra, hogy a szakmunkás képzéseket tényleg mesteremberekkel, erre hivatott oktatókkal végezzük, koncentrálunk arra, hogy osztályfőnöki órák keretében bemutassuk a cégünket, bemutassuk a szakmát, részt vegyünk az iskolák vagy a kamara által szervezett rendezvényeken, és ott is próbáljuk a szakmákat, ezen belül a cégünk igényeit elhelyezni. Igen, a szülőkre kell még majd koncentrálnunk, hogy szülőértekezleteken is ezt ki tudjuk domborítani. Próbálunk olyan juttatási csomagokat egyébként előállítani a tanulók részére, hogy egész egyszerűen akár erről az oldalról is vonzóvá váljon. Éppen az idei évben állítottuk át ezt is, és egy picit emeltünk ezen a dolgon, és differenciálni próbálunk. Tehát akik egyébként jól is tanulnak, és rendszeresen részt is vesznek a képzéseinken, azokat még pozitív módon ösztönözzük. Egész egyszerűen ezt is azért, hogy megérezzék a gyerekek azt, hogy minőségi tanulással és az oktatáson való részvétellel el lehet érni ebben a szakmában sikert. Erről beszélünk a folytatásban igazgatónővel, ugye ösztöndíj. Itt megvan az a lehetőség, hogy a gyermek elmegy valahová tanulni, és rögtön egy kis pénzhez tud jutni. Hogyan épül jelenleg az ösztöndíj rendszer, és mennyire csábító, mit tapasztalnak? Hát kezdem az utóbbi kérdése, csábító. Tehát úgy veszük észre, hogy igen, ez hatással van szülőkre is és tanulókra is. Jelen pillanatban úgy működik az ösztöndíj rendszer, hogy a 8. hozzánk került és hiány szakmát választó tanuló. Ez fontos, hogy ugye minden évben egy rendelet szabályozza, hogy mik a hiány szakmák. Tehát a hiány szakmákat tanuló tanulók 8. után oda kerülnek hozzánk, és már rögtön szeptembertől havi 10.000 forintot kapnak. Az egész rendeletet nem mondanám el, lényegében 7 óra igazolatlan hiányzást követően ez az ösztöndíj megszűnik, fegyelmi vétség esetén megszűnik, illetve hogyha nem éri el a 2,51%-os átlagot, akkor ez megszűnik. Ellenkező esetben tanulmányi eredmény növekedésével, illetve az előzőek elmaradásával ez az ösztöndíj, ennek az összege nőhet, egészen a 4,51% elérése után havi 35.000 forintra. Tehát már egy 9-es tanuló a második fél évtől akár havi 35.000 forintot kaphat, és ugye 9-ben, ahogy említette Péter, hogy leteszi a szintvizsgát, hiszen ez követelmény ahhoz, hogy utána kimenjen és külső gyakorlati helyen tanuló szerződésre
szerződés keretében dolgozzon tovább, tehát ott teljesítse a gyakorlatát. Ott közel 20 ezer forint, ami a tanulószerződés megkötésekor még a kezébe kerül, tehát akkor már 55 ezer forintról beszélünk, és ha még kiegészítjük a Merkbogó által egyéb juttatásokkal, akkor ez elég komoly összeg lehet egy 15-16-17 éves tanulónak, azt gondolom, úgyhogy mindenféleképp ösztönző. Gyakorlati oktatási helyekkel hogyan vagyunk itt ellátva a térségben, hiszen a szakképzési centrum, akár gondolok a kiskörösi, illetve a két kiskun félegyházi tagintézményére azért több ezer diákot mozgat meg, és ennek a több ezer diáknak nem csak elméleti tudásra van szüksége, hanem a gyakorlatra ott lehet megszerezni mindent. Az az igazság, hogy ahogy ez a kamarai garanciavállalás rendelet megjelent, tehát a kamara is felkutatja azokat a gyakorlati helyeket, ahova a tanulók mehetnek, illetve maguk a gyakorlati helyek is jelentkeznek nálunk az iskolában, hogy ők szeretnének tanulót foglalkoztatni. Nyilván itt is azért különbségek vannak, egy kis cég más tud nyújtani egy tanulónak, nem biztos, hogy kevesebbet, tehát csak mást, mint alkalmas, mint egy nagy cég. Egy nagy cég az biztos, hogy széles körülben tudja az adott szakmába talán bevonni a tanulót. Nagyon-nagyon sok céggel, meg se tudom mondani, több százzal vagyunk kapcsolatban, hiszen több száz tanulónk van, és keresik a cégek a tanulókat. És talán azt is mondhatom, hogy hál' Istennek kialakul az, hogy tényleg a cégek maguknak szeretnének szakembert képezni, és ezért megint csak a minőség, tehát a minőség felé haladunk közösen. Nagyon fontos fiatalokról beszéltünk, azonban beszéljünk néhány gondolatot a felnőtt képzésről. Hiszen nem csak fiatalok lehetnek most ügyes asztalosok, cukrászok, vagy akár szakácsok, hanem a felnőttek is. Itt milyen lehetőség van? Hát ugye felnőtt oktatásról és felnőtt képzésről beszélünk. A felnőtt oktatás az iskolai rendszerű, és jelenleg Magyarországon két szakma erejéig ingyenes. Ez jelen pillanatban a szakképzési centrumot, kiskunvalási szakképzési centrumot tekintve közel 40 szakmát jelent, és keresztfél évben is, és hagyományosan szeptemberi indítással is nagyon-nagyon sok szakma elérhető. Hál' Istennek van is rá jelentkező. Jellemzően az esti képzést választják a tanulók, 3 délután vannak az iskolában. Vegyesen vannak a képzések javarészt külső gyakorlati helyeken, de például az iskolánkban is akár a szakács, akár a cukrász a mi tanműhelyeinkben történik a gyakorlat. Hál' Istennek nagyon sokan jelentkeznek, hiszen látják azt, hogy van rá kereslet, és megfizetik. Beszéltünk már itt a mesterek fokozatáról, hogy mennyire elismerik akár az építőiparban, vagy az élet más területén. Mesterképzésekben hogyan tud segíteni, kooperálni a kamara? Hát mesterképzésben egész pontosan úgy tud segíteni, hogy mesterképzéseket a kamara szervezi. Már 2-3 éve folyamatosan vannak támogatott képzések, amiknek viszonylag alacsony költsége van. Ezekben tud segíteni a kamara. Nyilván a jelentkezőnek meg kell legyen bizonyos gyakorlati tapasztalata, végzettsége hozzá, tehát vannak bemeneti kompetenciák, amire oda kell figyelni, de ezek folyamatosan szervezés alatt vannak. Most jelenleg, ha lenne akár kőműves, hány ember mehetne dolgozni? Tavaly évben azt a célt tűztük ki, hogy megpróbáljuk a szakember gárdánkat 20 fővel emelni. Hát sok célt elértünk tavaly, de ezt nem. Mennyit sikerült? Körülbelül 4-5 emberrel sikerült emelnünk a szakember gárdákat. Megpróbáltuk például azt is, hogy külföldről próbálunk szakembereket idehozni a cégünkhöz. Kárpátaljáról volt is egy kezdeményezésünk, de egész egyszerűen elolvadt ez a dolog, nem voltak annyira lelkesek ezek az emberek, akik itt elkezdtek dolgozni, és akkor a 8 ember az szépen 6-4-2-ig visszacsökkent. Amit mi próbálunk az idei évben, az az, hogy egész egyszerűen a szakképzésünket összekössük azzal, hogy a gyerekeknek nagyon értelmes munkát tudjunk adni. Többször nehézséget okozott ez egyébként, vagy okoz, hogy az iskolai
képzés kereteit is figyelembe vegyük, és egyébként jól illesszük a mi munkafolyamatunkba az ő képzésüket. Kaptuk azt a kritikát, hogy nem mindig végeznek olyan szak jellegű munkát, amiből ők tényleg tanulnának, és az idejében azt a projektet fogjuk elkezdeni, hogy a sóstói lakótelepen, vagy a Csapó István lakótelepen van egy néhány családi ház építésére alkalmas telkünk, és egész egyszerűen el fogunk kezdeni a tanulókkal és az oktatójukkal egy családi házat építeni. És hogyha ezt sikerül az idén létrehoznunk mondjuk egy családi házat, akkor el fogunk kezdeni egy másikat is, és persze ezt majd próbáljuk értékesíteni. A mi investíciónk például ez lesz ebbe az egész sztoriba, hogy értelmes munkát adjunk, egy házépítés az egyébként egy nagyon értelmes és érdekes munka, sok összetevős, és azt gondolom, hogy ha ezt sikerül elindítanunk ezt a dolgot, ezt úgy körülbelül február végén márciusban szeretnénk elkezdeni, és ezt sikerre visszük, akkor én örülnék, hogyha ezt úgy jól ki tudnánk majd tárgyalni, hogy milyen tapasztalatok lesznek e tekintetben, mert én várok még egyébként olyan gyerekeket, akik szeretnének alkotni, hogy csatlakozzanak ehhez az alkotócsapathoz. No, ez egy jó befejezés, várjuk a folytatást. Köszönöm szépen a beszélgetést és az információkat. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, tartsanak velünk jövő héten is, tudják, szerdán este 7:30 kezdődik a Beszéljünk róla magazin. Akkor a terveink szerint a kiskunhalasi távhővel foglalkoznánk. Több mint 1200 távfűtött lakás van, és hamarosan előírás lesz, hogy különböző rádiós jeladóval ellátott mérőkkel legyenek felszerelve ezek a lakások, vagy lehetőleg a többsége. Így nyomon lehet követni a pontos fogyasztásokat. Ide várom majd a stúdióba Molnár Ferencet, a Városgazda vezérigazgatóját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!